A közgyűlés elején pedagógus életműdíjat vehetett át a polgármestertől Gabnai Sarolta, a Király König Péter Zeneiskola hegedű tanára, Szörényi Tamásné, a Gábor Dénes Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyettese, és Tótné Gera Ágnes, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott igazgatója. Kozma József képviselő napirend előtt mondta el, hogy a nyári szünetben az iskolákban, óvodákban több mint 2 milliárd forintnyi felújítást végeznek majd el. A legtöbb vitát most is az újra tárgyalt zajrendelet okozta. Mózes Ervin címzetes főjegyző szerint a felülvizsgálatra az úgynevezett kivételi kör miatt van szükség. Hág Zalán most is elmondta, hogy a rendelet még ebben a formájában is súlyosan korlátozza szerinte a vendéglátóhelyeket és a lakosokat. Botka László azonban továbbra is úgy látja, hogy a lakosságra semmilyen korlátozást nem jelent a zajrendelet, ez kizárólag a vendéglátóipari egységek teraszára vonatkozik. Végül a közgyűlés elfogadta a módosítást, a rendelet szeptember 15-én lép hatályba. A városatyák megtárgyalták a 2017-es drogellenes stratégia végrehajtását is. Kothenc János fideszes képviselő kiemelte a megelőzés fontosságát, és felhívta a figyelmet arra, hogy a témában egy országos szakmai konferenciának adott otthon nemrégiben Szeged. Az esélyegyenlőségi programnál Solymos László alpolgármester elmondta, hogy 2 csoporttal bővül a kör, a szenvedélybetegekkel és a szexuális kisebbségekkel. A polgármester arról is tájékoztatta a közgyűlést, hogy a törvényi előírásnak megfelelően Szegednek is csatlakoznia kell az önkormányzati feladatok végzését szabályozó központi informatikai rendszerhez. Így például forgóvillás biztonsági kaput alakítanak ki mindkét épületben, amelyeket belépőkártyával lehet majd használni a hivatal dolgozóinak és a képviselőknek. Ilyen rendszer működik a kormányhivatalban, vagy például az adóhatóságnál is. Az ügyfélfogadás zavartalan marad, mert az ügyfélszolgálaton a jövőben is beléptetés nélkül lehet majd ügyet intézni, hangsúlyozta Botka László. A közgyűlés zárt ülésén egyhangulag Sikaláné Sámta Ildikót választották meg a Somogyi Könyvtár új vezetőjének. És szeretnék mindenkit emlékeztetni, ugye...